Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A 2020-as esztendő sok nehézséget hozott, így az idegenforgalomban is. Emellett mégis a Velencei tó partján beruházásokról, újdonságokról lehetett beszélni. Egymást érték az avatások. Igaz, a szezon egy kicsit később kezdődött, de aztán úgy pörgött fel. Ezért is gondoltam, hogy érdemes egy kicsit visszatekinteni a 2020-as évre és a szezonra a tó környékén. Meghívtuk, és szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy vállalta a meghívást Elsimon László országgyűlési képviselő úr, a Velencei Tavi Kistérségi Alapítvány képviseletében is. Azt hiszem, hogy itt elsősorban inkább az alapítvány vezetőjeként kell, hogy köszöntselek. Ha csak valaki a közösségi megosztón nyomon követte a bejegyzéseidet, akkor már láthatta, hogy rengeteg dolog változott és történt. Épületekről is fogunk beszélni, szobrokról is fogunk beszélni, vállalkozásokról is fogunk beszélni, de talán kezdjük a legnagyobbal, ami zajlik a tó körül, ez pedig a partfal felújítás. Én is köszöntöm a televízió nézőket. Gyorsan pontosítsuk, mert a Velencei Tavi Kistérséget Alapítvány Kazai Viktor ügyvéd úr vezeti, én az alapítvány alapítója vagyok, úgyhogy igazság szerint a szakmai munkát, ami ott folyik, azt Kazai ügyvéd úr irányítja, de természetesen segítem az általam alapított alapítványnak a munkáját, hiszen ez az alapítvány az, amelyik kápolnásnyéki székhelyjel a Velencei tó környékének egészére kiterjedően próbál kulturális és részben gazdasági élénkítő tevékenységet is ellátni. Ennek a kettőnek az ötvözése egyébként nem könnyű feladat, de ez a missziója az alapítványunknak. A partfal felújítás az valóban a Velencei tó életében meghatározó jelentőség, és akkor nem értik, hogy miért volt erre szükség, de az a helyzet, hogy azok a beton partvédművek, amelyeket a 60-as években, 70-es években építettek, vagy részben a 80-as években alakítottak ki, azok mind tönkrementek és korszerűtlenné váltak, részben az időjárásnak köszönhetően, tehát a fagykároknak köszönhetően. Egy fél évszázad van egy ilyen partvédműben, tehát ebből az is következik, hogy amit most megcsinálunk, az egy újabb 50 évre garantálja a Velencei tónak a biztonságos megközelíthetőségét, és nagyon fontos az is, hogy ennek az Európai Unió által támogatott programnak, ugye 14 milliárdos nettó beruházásról beszélünk, aminek az előkészítése közel 1 milliárd forint volt. Tehát ennek a 14 milliárdos nettó beruházásnak a nagyon fontos eleme az, hogy ahol lehet, ott a természetközeli állapotot állítsuk helyre, állítsuk vissza, tehát bontsuk el a betont, szűnjön meg ez a vasbeton szerkezet. A projektet egyébként a magyar állam irányítja, a Csonki István vezette Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság a projekt gazda, és a közbeszerzésen két nagy vállalat nyerte meg a kivitelezési munkálatokat. Ugye már több mint egy éve zajlik, és még egy évig fog tartani a beruházás szakaszosan. Részben az idegenforgalmi igényeket is figyelembe véve, hogy nyáron ne, mondjuk a strandokon ne dolgozzanak, tehát szakaszosan zajlanak a munkálatok, és nagyon szépen halad a fejlesztés. Csak annyit a természetközi állapot helyreállításáról, hogy például Sokoron a félszigeten jó pár helyen teljesen elbontották a betonpartvédműveket, és újra ilyen természetes, fövenyes a part, ahol nyilvánvalóan az ottani vízimadarak is, mindenféle egyéb más élőlény sokkal jobban megtalálja a helyét. Tehát ez egy fontos része a programnak. Ugyanakkor a strandokon is például most zajlik a Gárdonyi Silástrandnak a felújítása. A strandokon is a homokos részeket meghagyjuk, illetve valahol a megközelítés még könnyebbé tesszük, tehát a Silástrandon is elbontják a betonlépcsőket. És nagy öröm az is, és ennek a projektnek köszönhető, hogy a Velencei Tavi evezős pálya most már nemzetközileg is elismert, és nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas pálya lett. Ugye ezzel már tavaly elkészültek a kivitelezők, nagyon fontos, hiszen tavaly ősszel rendezték a Master Szervezés Világbajnokságot, ami egy komoly figyelmet hozó rendezvény volt itt a Velencei tónál. A 2 kilométeres evezős, illetve kajakkenó pálya most tényleg világszínvonalú versenyek megrendezésére is alkalmas. Talán nem véletlen, hogy ennek is köszönhető az, hogy a kormányzat úgy döntött, hogy a következő évek nagy beruházásai között itt a térségben fog megvalósulni az a kajakkenó akadémia, amelyet Kovács Katalin olimpiai bajnok koordinál, és a Kajakkenu Szövetséggel közösen fog megvalósulni. Én nagyon bízom benne, hogy ez a fejlesztés a Velencei tó környéki
sportéletet is fel fogja lendíteni, hiszen az evezős pályát kiegészítik olyan infrastruktúrális elemekkel, amelyek nem csak a bentlakásos képzést és ennek a magyar olimpiai sikersportának a fejlődését hozzák magukkal, hanem a környékbeliek és a székesfehérváriak is ezt az infrastruktúrát fogják tudni használni. Azt ígértem, hogy beszélünk épületekről, akkor itt az ideje, hogy térjünk is rá. Tudom, hogy nem 2020-as a Vörösmarty pince felújítása, de talán az idénre érett be és vált igazán ismerté. Egy kicsit a történetét fel tudjuk eleveníteni, hiszen történelmi épületről van szó. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Velencei tó környékén az elmúlt években különösen nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a Vörösmartyhoz kapcsolódó épületek és értékek azok a figyelem fókuszába kerüljenek, és az idei évre, ahogyan mondtad, valóban ez így beérett, hiszen ebben az évben egy nagyszerű emlékévet szerveztünk, ezt együtt a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolával. Sajnos ennek is egy részét elvitte a Covid vírus kezelésének a sok-sok következménye. Így jó pár program eremlőre kellett mondanunk, de hála jó Istennek azért a nagy költőnk születésének a 220. évfordulójára sok mindent meg tudtunk valósítani. A megemlékezéseknek, meg a programoknak egyik fontos helyszíne lesz egyébként a Vörösmarty pince, mert valóban ennek a gyönyörű szép műemléknek a felújítása már korábban megtörtént. A Velencei Bencehegyen van ez a pince, két történelmi műemlék présház van, amiből a belső volt Vörösmarty, és aztán a két présház mögötti nagyon szép pincét a 60-as években a akkori beruházó a Váti döntésének megfelelően egy keresztpincággal összekötötték, így van egy hosszú, illetve két hosszú pinceág, egy középső folyosóval, egy tulajdonképpen hálakú pince, nagyon, nagyon klassz kis hely, amelyben egyébként a rendszerváltozásig étterem működött, akkor a térség egyik legfőkapottabb étterme volt, aztán bezárt, magántulajdonba került, és néhány évvel ezelőtt kezdtünk el vele foglalkozni, és sikerült teljes egészében felújítanunk kívülről is és belülről is. Hát ha csak arra gondolunk, hogy ennek az épületnek a dáldozása milyen komoly kihívás és feladat, meg forrást is igényel, akkor érzékelhető, hogy komoly munkáról van szó, meg hát kevés is már az olyan jó szakember, aki ilyen minőségi nádazást meg tud csinálni. Tehát megtörtént a felújítás a műemlékpincének, idén megnyitott a nagy közönség előtt is, de a decemberi születésnapon, hiszen decemberben van Vörösmartynak a születésnapja, ott egy egész alakos szobrot fogunk avatni. Vörösmartynak ugye jó pár portréja van a megyében, ne felejtsük, hogy az első nagy köztéri alkotás, az például Székesfehérváron, ugye Székesfehérváron állították föl a egész alakos Vörösmarty szobrot, de megyébe több helyen van Vörösmartyt ábrázoló alkotás. Kápolnásnyéken is van a főtéren egy Vörösmarty szobor, van egy nagyon szép és értékes mellszobra a Vörösmarty Emlékmúzeumnál, amit még a megnyitáskor, az 50-es években állítottak Víg Tamás szobrászművésznek az alkotását. Van egy kisebb portré a Nadapon, a templommal szemben, azzal a római katolikus templommal szemben, amelynek a előd épületében keresztelték meg Vörösmartyt, maga a keresztelő medence, amelyben Vörösmartyt megmerítették, vagy amely fölött pontosabban őt megkeresztelték, az most is ott van a templomban, tehát ezért van Nadapon is egy Vörösmarty szobor. De ilyen típusú szobra, amit most mi állítunk, nincsen. Egy nagyon érdekes és szép, egész alakos márvány szobrot farag Elek Imre szobrászművész, akit egyébként arról lehet ismerni, hogy ő készítette a Kossuth téren a Tisza szobornak a rekonstrukciót, azt a hatalmas nagy bronz szobrot, és ez sok más alkotás is, mert egyébként Kápolnásnyéken, ami Fejér megyei közeleti Panteonunkban a spányi püspök atya által fölavatott gyönyörű szép prohászka doborművet is ő készítette. Tehát az évfordulóra és az emlékév lezárására úgy készülünk, hogy ennél a Vörösmarty pincénél fogjuk felavatni az egész alakos szobrot. Egyébként a pince tényleg a családé volt, az igazolt? Hogyne, persze. Hát Vörösmarty is saját pincéje volt, ott volt szőlője, ott gazdálkodott, egyébként van a korabeli leírások arról, hogy milyen bort készített, sőt, pezsgőt is készített Vörösmarty. Állítólag pocsék volt a nedű, amit előállított. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy költőként maradandót alkotott, de úgy látszik, hogy borászként mindezt nem sikerült megvalósítania. Tehát igen, a család tulajdona volt, és
Egyébként ugye nem csak Velencén volt épületük, hanem Kápolnásnyéken is, és Vörös Marti kifejezetten szeretett ott időzni. Hát ugye idősebb korában Kápolnásnyéken élt újra, így onnan kellett átjárni a Bencehegyre, ami akkor a Velencétől környékének valóban a szőrös kertje volt, és ugye az egész hegyen szemnézhet présházak, pincék és szőlőültetvények voltak. Tehát ez egyik legszebb helyen volt a költőnek a pincéje. Persze az idős korában ez olyan nehéz dolog így kimondani, mert amikor gyerekként az ember Vörös Martiról tanul és nézi a portréját, akkor látja, hogy egy ilyen koros, tekintélyes ember, de hát valójában 55 évesen halt meg. Úgyhogy innen nézve, mai időkből nézve, ez nem egy túl jó, nem egy túl hosszú élet, de hát mégiscsak a tekintélyes költőt látjuk benne. Beszélnünk kell az emlékházról is, hiszen valamikor még gyerekként, 30-40 évvel ezelőtt látogathattuk Vörös Marti Mihály emlékházát Kápolnásnyéken. Aztán sajnos nagyon-nagyon eltűnt, rossz állapotba került, és most sikerült felújítani, és újra várja a látogatókat. Hát az igazi probléma nem az volt vele, hogy rossz állapotba került a ház, hanem az, hogy ugyan emlékmúzeum működött benne, de csak másfél szobában. Az egész kúriának, ami ugye nem a Vörös Marti család tulajdona volt, ez egy tisztartói ház volt, csak ebben laktak, születése után nem sokkal költöztek át ebbe a házba a közeli szülőházból, ugye az édesapja munkájának köszönhetően, aztán később ez a villa lett a Kressz családnak a villája, ugye nevezetes családról van szó, Kressz Géza, a magyar mentőszolgálat megalapítója, Kressz Mária kiváló néprajzos, ugye a térségben is nagyon sokat kutatott, és sokat tett a mi megyénkért. Tehát ez a ház ugye elég sokáig volt múzeum, de nem volt igazán korszerű már az a kiállítás, kicsi volt. Tehát az épületnek a háromnegyedében mindenféle egyéb más volt, szolgálati lakás, ilyen-olyan lyukak és a többi, és közben nem volt arra alkalmas az épület, hogy mondjuk normálisan fogadja a látogatókat, nem volt benne vizes blokk, egy külső mosdóba mentek a gyerekek, tehát mondjuk a Szózat költőinek egykori lakóházából kialakított múzeumba, amikor az ember azt gondolja, hogy egy osztálykínálás megérkezik, nem ilyen körülményekkel fogadják a gyerekeket, meg a felnőtteket. Úgyhogy ezért fogtunk bele, Tesszeli Zoltán képviselőtársammal kezdeményeztük a kormánynál, hogy legyen forrás biztosítva a felújításra, és ezt meg is kaptuk a kormánytól, és a környező ronda épületeket megvásároltuk, elbontottuk, a parkot az eredeti méretére növeltük, egy háromszoros méretű park van, mint korábban volt. Az egész épületben most egy nagyon szép korszerű múzeum van, a Petőfi Múzeum munkatársai kiváló kiállítást állítottak össze, és ez kiegészíti egy Kressz emlékszoba is, amit a Székesfehérvári Bányai Balázs a Székesfehérvári Múzeum munkatársaival együttműködve hozott létre. Tehát most van egy, azt kell mondjam, tényleg európai színvonalú, nagyon szép kiállításunk, emlékházunk, ahova ráadásul, hogyha megérkezik a látogató, akkor normális parkoló fogadja, ez ma egyértelműen tűnik, de nem volt mindig az. Buszparkoló az osztálykirándulások és a csoportok számára. Tehát végre egy kívül belül mind építészeti értelemben, mind pedig tartalmi értelemben megújult, csodálatos múzeum várja a látogatókat. Itt épült fel a Csayági Laura színpad is. Honnan az ötlet, hogy színpad legyen, szabadtéri színház legyen? Nagyon régóta terveztük azt, hogy csinálunk egy Fertőmeggyeshez hasonló vízi színpadot a Velencei tónál, tehát valami olyasmiben gondolkodtunk, mert ami a Fertőtónak az osztrák területén levő neves nyári szabadtéri színház, de aztán ezt anyagi okok miatt nem tudtuk megvalósítani, és akkor gondoltuk, hogy egy szerényebb színpadot csinálunk egy arra alkalmas helyen. Aztán végül is egész komoly színpadot csináltunk, ugye nagyon szuper színpadtechnikával, színpadfedéssel, fény, hangtechnika, minden, azt kell mondjam, szinte világszínvonalú. Ehhez Fekete Péter államtitkár úr nyújtott segítséget nekünk. És hát azért az egész ötlet valójában onnan jött, hogy Mester Ildikó, aki a múzeumban dolgozik, és ennek a kis múzeumnak a házi asszonya, ő egyszer a kezemben nyomott egy 30-as évekbeli színházi szaklapot, amiben egy fotóösszeállítás és egy remek cikk volt arról, hogy Kresszék, akik akkor a tulajdonosai voltak a villának,
hogyan rendezték meg a fővárosi úri közönség számára a Csongor és Tündét. Egyébként a ottani birtokosok, ingatlan tulajdonosok gyerekeinek a közreműködésével. Tehát volt egy Csongor és Tünde előadás, ugye Vörös Marti darabjáról van szó, amit elvileg minden gyerek elolvas legalább egyszer az iskolában. És mikor ezt így a kezembe nyomtak, akkor azt mondom, hogy ezzel kell nyitnunk majd a múzeumot, amikor elkészülünk, akkor mi is bemutatjuk itt a Vörös Marti darabot. Aztán ahogy így a emlékmúzeum mögötti részt elkezdtük kitisztítani, elbontottuk az ollakat, a bódékat, a budit, mert hát szó szerint ezek voltak ott, és belenéztem a kukoricaföldbe, és gyönyörűen lejt a Gurgyalvölgy fele az a rész, akkor azt mondtam, hogy hát ez egy természetes színpad, vagy nézőtér szinte, és oda szembe meg lehet csinálni egy színpadot, és így nekiálltunk a színpad tervezésének, és egyre nagyobbat mertünk álmodni, és ehhez kaptunk a minisztériumtől segítséget. Úgyhogy valóban nyáron, amikor elindítottuk a nyári színházat, a Covid ellenére, vagy inkább tehát a járvány lecsillapottával, némi izgalommal, hogy vajon jönni fog ezek után a közönség, akkor a Csongor és Tündével indítottunk, tehát amit megálmodtunk, az sikerült megvalósítanunk. És ott egy egész évados nyári színházat hoztunk össze Kelemen Istvánnal, aki a Vörösmarty Színház színésze, és ő vállalt ennek a Csajegel úr a színpadnak a vezetését, meg a munkatársaink a Pál Gáborral és a többiekkel, akik a programot összerakták. És azt kell mondjam, hogy nagy siker volt, hiszen sok előadáson sok száz nézőt tudtunk fogadni. Élő Csáli koncert, a Székesfehérvári Balett Színház előadása, tehát neves fellépők. Lesz folytatása? Mindenképpen. Hát ugye a színpad ott van, jövővi programterv készül, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a munkát szeretnénk folytatni, ahol a helyi alkotók is lehetőséget kapnak, tehát nem véletlenül volt a Székesfehérvári Balett Színháznak is előadása, ami egyébként nagy-nagy kísérlet, ugye egy nyári színházban, egy Csáli koncertre 500 fős közönséget szervezni, az nem egy nagy nehézség. Lehetett volna 1000 is, csak ugye a Covid miatt 500 főben korlátoztuk a nézőszámot. Viszont az, hogy a Székesfehérvári Balett Színház teltházas előadást tartott, az szerintem nagyszerű dolog, és ezen mindannyian meglepődtünk. De ezt a kultúrmissziót szeretnénk továbbvinni a következő években is. Mert hogy igény van rá. Ott is egy szobor került átadásra a nyár folyamán. Igen, mert nem mondtuk el, sokan kérdezi tőlem, hogy ki az a Csajági Laura, hogy miért róla neveztük el a színpadot. Hát Csajági Laura Vörös Marti Mihálynak volt a felesége és múzsája egyben. Úgyhogy róla Pető Hunor Munkácsi Díjas szobrászművész készítette nagyon szép mellszobrot, és ezt állítottuk föl a színpad bejáratához tulajdonképpen, a sétányhoz. Aztán később még egy szobrot állítottunk, hiszen idén emlékeztünk a trianoni békediktátumra, annak a 100. évfordulóján, úgyhogy közadakozásból egy nagyon szép Pokorni Attila által készített Apponyi Albert mellszobrot állítottunk föl. És akkor menjünk be egy kicsit a településbe közelebb, Kápolnásnyékhez, elhagyva ezt a szép helyet, ami most már tényleg fogadhatja a vendégeket. Sörmanifaktúra nyílt Kápolnásnyéken. Ez mit jelent? Az az igazság, hogy az a település fejlesztési koncepció, amit Podhoszki István polgármesterrel együtt dolgoztunk ki, aminek első állomása volt a kormány által támogatott település központ rehabilitáció, térkövezése a település központnak, bizonyos ronda részeknek az elbontása, elektromos vezetékeknek a föld alá helyezése. Tehát létrejött egy kisvárosi millió, amit még szeretnénk tovább építeni majd, és aztán a településközponttól nem messze van, ugye a Halászkastély, amit most már évek óta csinosítgat az alapítványunk, és amelyik most már a Velencétó környékének országos rangot elnyert művészeti központja. És ott a szabad területeken a művészeti népfőiskolával tervezzük egy művészteretnek a kialakítását. Ennek is elkészültek az építészeti tervei már, és gondoltuk, hogy a lakiteleken, a népfőiskolában van egyfajta gazdasági tevékenység és gazdasági láb is, ott egy kertészet, tehát ott is vannak ilyen manufaktális jellegű tevékenységek, hogy mi is csináljunk valamit, és mint hogy Kápolnásnyéken, illetve Velencén is főztek valamikor a sört, azt gondoltuk, hogy itt, amikor a kisüzemi sörfőzdéknek a kultusza erősödni kezd, akkor mi is hozzunk létre egy üzemet, és sikerült egy nagyszerű üzemet kialakítani. Ez
Ez egy kézműves sörfőzde, persze azért évi 400 ezer liternyi sört lehet főzni, gyönyörű szép az üzem, egy látványüzem, tehát meg lehet nézni, be lehet menni, lehet látni a sörfőző berendezéseket a üvegfalon keresztül, úgyhogy tulajdonképpen ilyen ipari szempontból is izgalmas, dizájn szempontjából is kifejezetten jó látvány az, amit lehet, meg lehet tapasztalni. Úgyhogy ez a nagy-nagy tervünk, amiről azt gondoltuk, hogy túl merész állom, azért végül is sok-sok év előkészítés és munka eredményeképpen megszületett, és ma Magyarország egyik legszebb és leglátványosabb sörmanufaktúrája működhet Kápolnásnyéken. Azt kell, hogy mondjam, hogy persze a látványon túl, mint hogy én nekem már volt szerencsém kóstolni a pilzeni, az ipa, a barna és a búzasöröket is, hát egészen fantasztikus ízek is kikeveredtek ebből. Hogy nehogy megrójanak azért, hogy csak a szép és jó dolgokról beszélünk, van egy olyan téma, amit nem kerülhetünk el. Hol tart az uszoda építés ügye? Hát az uszoda építés ügye sajnos nagyon rosszul áll. A velencei önkormányzat elég csúnyán megállította ezt az új polgármester és a vezetés ennek az uszodának a fejlesztését. Van most ott egy nagy gödör és egy nagy betonplac. Én azt gondolom, hogy az a 30 ezer ember, aki a Velencitó környékén él, és az a 50-60 ezer ember, aki ebben a vonzás körzetben tartozik, meg az utáni nyaraló tulajdonosok is, akik rendszeresen a Velencei tónál vannak, azok megérdemeltek volna egy uszodát. Az országnak más ennél jóval kisebb térségeiben és településeiben az utóbbi 10 évben a mi kormányzásunk alatt 25, 33 és 50 méteres medencék is épültek. Hogyha megnézem, hogy Székesfehérváron, ahova én is hetente kétszer járok úszni, az uszodában egy 50 méteres kinti medence van és egy 50 méteres benti, ami alapjában normális a 33 méteres medencének használnak, és hogy a fehérvári sportoló igényeknek a kielégítésére sem elég az, ami van, akkor nagyon jót tett volna a Székesfehérvárnak is, hogyha ha kapacitásokat viszünk el a fehérvári uszodától, illetve nem is kapacitásokat, hanem lekötöttséget. Ugye, tehát például mi, akik a Velencei tó partján többet tartózkodunk, azok nem feltétlenül kellett volna, hogy Fehérvárra járjunk úszni. Én bízom benne, hogy hosszú távon lesz a Velencei tó környékén uszoda, hogy az most itt lesz ezen a helyen, azt én nem tudom megmondani. A Velencei önkormányzatnak meg a polgármesternek a lelke rajta, hogy mit fog ezzel kezdeni. Én azt sem bánnám már, hogyha az önkormányzattal ezt az ingatlan bármilyen módon egy befektetői kör akár el is tudná cserélni, és vagy valamilyen módon meg tudná szerezni, és akár mást is építene rá, csak ez az égtelenkedő seb ott a Velencei tópartján ne legyen a tovább. Ráadásul nem tudjuk, hogy mennyibe kerül az adófizetőknek az, hogy mind a mai napig őrizteti az önkormányzat ezt a területet. Nem tudom, hogy mit őriztet rajta, mert az építkezés nem tud folytatódni. Az a sok százmillió forint, ami belement eddig, az nem tudom, hogy olyan fog hasznosulni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a labda a velencei polgármesterén és a velencei önkormányzatnál pattog. Fogy az időnk, de ha a Velencei tóról van szó, akkor a borról mindenképpen beszélni kell. Hogy sikerült az idei szezon a szőlőkben? Hát én beszélgettem a kollégákkal, pont tegnap találkoztam Nagy Gábor hegybíróval, aki a hegyközségnek a munkálatait fogja össze, ő ugye Pázmándon szőlész és borász, és azt hallom minden kollégától, hogy nagyon jó minőséget sikerült szüretelni, viszont jelentősebb mennyiség kieséssel számolhattak a gazdák, ennek részben időjárási okai voltak. Mi a saját szőlőnkben is azt tapasztaltuk, hogy egészen brutális seregélykárral kell szembenéznünk. Főleg seregélyesnél, nem véletlenül lett ez a településnek a neve, hogy seregélyes. Nekünk ott van némi szőlőnk, és egészen nagy seregély rajok azok, amelyek fosztogatják a szőlőültetvényeket. Tehát a mennyiség az sajnos nem mindenhol megfelelő, de a minőség az nagyon jó az összes tóklönnyékű gazdától. Ezt hallottam az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyon szép borok fognak tudni elkészülni, illetve hát már mi is az új írsait kortyolgatjuk, hiszen
a nyár közepén, augusztusban szüretelt írsaiból már kész borban. Ugye nyilvánvalóan ez nem mindegyik fajtára igaz, mert ugye nagyon nagy a szüreti távolság, tehát megkezdjük a korai fajtákkal, mi az írsaival, az az első, ugye az országban másodt a Csaba gyöngyével kezdik, és aztán valamikor ilyenkor, október közepén fejezzük be a szüretet a kék szőlőkkel, amikből vörös bor lesz. Tehát a Cabernet Sauvignon például mi is, hogyha elállal az eső, akkor a hét második felében fogjuk leszüretelni. Tehát mire a kék szőlőket születeljük, addigra már a fehér borok gyakorlatilag elkészültek és palackozható állapotban vannak. Úgyhogy ezeknek a minősége kifogástalan, és azt gondolom, hogy a Félmegye egyik dinamikusan fejlődő szőlészet és borászati térsége Velencei tó, és sikerült a magyar borkultúrához ennek a vidéknek a szőlészének, borászainak is hozzátenni valamit. Összességében azért jó idegenforgalmi szezonról beszélhetünk abba a megcsonkult időszakban? Hát sajnos nem, ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a szállásadók nagyon nehéz helyzetbe kerültek a Covid miatt. A június az, főleg az első három hét, szinte mindenkinek kiesett. Velencén a négy csillagos szálloda gyakorlatilag július elejéig zárva volt. Ugye itt nagyon sok vendégészakáról beszélünk, tehát az, amire számítottunk, hogy itt több százezres vendégészak lesz idén, azzal nem tudunk számolni. Csak tavaly az EFOT, amit egyébként a velencei polgármester szintén el akar üldözni, csak az több mint százezres vendégészakát hozott, és ez nagyon komoly idegenforgalmi adóbevétel is, meg üzleti bevétel is a térségnek. Ezeknek a kiesése, ez nagyon, nagyon komoly forráskiesés a térség vállalkozóinak, meg egyébként a településeinek is adó formájában. Az augusztus hónap viszont mindenhol nagyon erős volt, tehát láthatólag a hotelek, a Gárdonyi négy csillagos szálloda, a Velencei négy csillagos szálloda, a panzió, kisebb szálláshelyek, meg egyébként a Covid miatt, hogy sokan megijedtek a tömegbe való nyaralástól, ezért a fizető vendéglátás, vagy a házaknak a kiadása az megint nagy-nagy sikert hozott. A korábbi évekhez képest ez egy nagy előre, ezen a területen nagy előrelépés történt. Tehát augusztus hónapban dübörögtünk a Velencei tó környékén, minden tele volt. Most viszont megint nagyon visszaestünk. Éppen pénteken beszélgettem Bársony Péterrel, a Velence Resort Spa-nak az igazgatójával, és mondta, hogy nagyon alacsony. Tehát hosszú évek átlagában messze ez a legalacsonyabb az idei évben, amilyen a foglaltságuk az októberi hónapra. Tehát gyakorlatilag a szállásadók most veszteségesen működnek. Tehát nagyon sokat árt nekünk a Covid-nak a második hulláma is. Bízunk benne, hogy jövőre a szezont már nem befolyásolja ez a ronda betegség. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések vendége Simon László volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!